Sok szeretettel köszöntök minden zeneszerető, iskolánk iránt érdeklődő gyermeket, szülőt a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola hangszer bemutatóján. Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségeit, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Kodály szavai rámutatnak arra, hogy a muzsikálás sokkal több, mint csak egy kellemes, szórakoztató időtöltés. A zene balzsam a léleknek, elősegíti gyermekeink szellemi, társadalmi fejlődését és fizikai egészségét is. Akkor lehetünk igazán boldogok, ha testünk, elménk és a lelkünk harmóniában van. Az a varázslat, amelyet a zene szavak nélkül felénk közvetít, egy életen át csodálatos ajándék. Az aktív muzsikálás jótékony hatással van az alapvető emberi tulajdonságokra is, ami a gyermek élete során hasznossá válik. Gazdagítja érzelmi életüket, sikereik által fejlődik önbecsülésük, önfegyelmük. Segít, hogy kitartóvá váljanak, és be tudják osztani idejüket. Szolfézs oktatásunk hangszerelőkészítő csoportjainak munkája a Kodály koncepció lényeges eleme. Oktatásunkban nagy jelentősége van a kamarazenélésnek. Iskolánkban működik vonós zenekar, fúvós zenekar, szaxofon, gitár, ütő, furulya együttes és kórus is. A társas együttlétek erősítik az egymásra figyelést, a másik megbecsülését, az empátiát, a toleranciát és az együttgondolkodást. Az iskolánkban tanító zenepedagógusok az értékmegőrző tradicionális oktatás mellett az élménypedagógia hívei. A tanterv rugalmas alkalmazásával a személyre szabottság elvét szem előtt tartva dolgoznak. Hatékony pedagógiai munkájukkal eljuttatják növendékeinket hangversenyek, zenei versenyek, kurzusok és zenei fesztiválok pódiumára. Az idejében sajnos nem tudunk személyesen találkozni. A gyerekek nem tudják kézbe venni, kipróbálni a hangszereket. De készítettünk egy kis filmet, melyet betekintést nyerhetnek az iskola életébe, munkájába. Remélhetőleg így könnyebb lesz mindenkinek megtalálni a szívéhez legközelebb álló hangszert. Fogadják szeretettel! Ezek itt a zeneiskolák szolfésztermei. Itt heti két alkalommal mindenki megfordul, aki beiratkozik a zeneiskolába. Aki még nem tanul hangszert, szolfés órán elsajátíthatja a kotta olvasáshoz szükséges ismereteket, hogy a hangszertanulásnál ez már ne okozzon gondot. Sokat énekelünk, játszunk, tapsolunk, zenét hallgatunk. Kukkantsunk be, hogy is zajlik egy szolfés óra. Szeretsz énekelni, és megismernél közelebbről egy hangszert, akkor jelentkezz bátran. A felvételi meghallgatáson a
következőket kell tenned. A kedvenc dalodat kell elénekelni, egy dallamot kell visszaénekelned, és egy ritmust kell visszatapsolnod. Szeretettel várunk zeneiskolánkba! És sok új mindent tanulhatsz vele. Talán még a memóriádat is fejleszti, ha kívülről tanulod meg a darabokat. Sőt, akár még más embereknek is boldogságot szerezhetsz. Akkor is, ha valami miatt nagyon el vannak keseredve. Mert a zene gyógyító hatású. Már ezért megéri. És a zene kincs. Somos Benedek vagyok, előképzős vagyok a furujából, idén kezdtem el furujázni, és azért élvezem a furuját, mert izgalmasan telnek az óráim, és örülök, hogy hamar meg tudtam tanulni sok népdalt eljátszani. Gyerekek, én Szabó Boldizsár vagyok, a második osztályba járok, a Jáki iskolában, és azért választottam a furuját, mert nagyon tetszik, és nagyon kedves a tanárbácsi, és jövőre szeretnénk kipróbálni a hegedűt, vagy a klarinétot, amivel a testvérem játszik. Nagyon szeretek zeneiskolába járni, idén kezdtem el altfurujázni. Igaz, közben jött az online oktatás, de így is nagyon szépen és vidáman teltek az órák. Gácsi Anna vagyok, a Paragvári utcai általános iskola 4. B osztályos tanulója. Nagyon szeretem a zenét, hallgatni is és játszani is. Azért választottam a furuját, mert kicsi hangszer. Könnyen vihetem magammal, hogy bárhol és bármikor játszhassak.
Amilyen kicsi, olyan sokféle hangot tudok előcsalogatni belőle. Megnyugtat, ha játszok. Azért szeretek zeneiskolába járni, mert nagyon jó kikapcsolódás, hobbinak is nagyon jó, nagyon szeretem a tanáraimat, mármint ugye a tanáromat, és én nagyon szívesen kipróbálnék új hangszereket is, például a vadászkürtöt. Sziasztok! Én Márovics Kata vagyok, és nagyon szeretek zeneiskolás lenni. Többek között azért, mivel az éveim során összegyűjtött tapasztalatot, az élet különböző szinterein tudom alkalmazni, mint például a tanulmányi életemben, vagy a vallási életben, például a templomunk zenekarában tudok játszani, ami nekem nagyon nagy dolog. Sziasztok, Szabó Kati Szoboglárka vagyok, és 8 éve játszok furuján a zeneiskolában. Azért szeretem a furuját, mert van lehetőségem kamarában játszani. Ott én játszok basszus furuján, és öten vagyunk együtt, és itt együtt tudunk zenélni, aminek szerintem nagyon jó hangulata van. Játszok is egy picit, hogy meghallgathassátok. Iratkozzatok be a zeneiskolába, és nézzetek meg pár képet a felvételeinkről. Sziasztok! Szijjártó Anna 4. osztályos furujás vagyok, és azért szeretek a Bartók Béla zeneiskolába járni, mert minél több szép darabot meg tudok tanulni. Sziasztok! Én Bányai Szofi Lulu vagyok. Azért szeretek furujázni, mert szerintem vidám hangja van. És elképesztő, hogy ezen a kis hangszeren mennyi hangot lehet kifújni. Voltam már szisztrón versenyen, először ezüst, aztán pedig arany minősítést kaptam. Már kiskorom óta érdekelnek a hangszerek, és számomra a zene egy remek kikapcsolódást, illetve jó szórakozást nyújt, ezért furujázok, illetve Kérges Albert, a furuja tanárom, nagyon kedves, és ha zenéről van szó, akkor minden támogat. Szeretek furujázni, osztálytársammal együtt muzsikálni, koncerteken, karácsonykor, iskolai ünnepségeken, családi napon szívesen szerepelek. Idén jelentkeztem furuja táborra is. Kíváncsian várom, biztosan klassz lesz. Sziasztok! Én nagyon szeretek zenélni, pláne azért is, mert táborba járhatok. Felső csatára mini biciklivel megyünk. Minden tábor végén előadunk egy koncertet, és azokat a számokat kell előadni, amiket a táborban megtanultunk. Az előadás végén mindig sütizünk egyet. Azért jó zeneiskolába járni, mert itt rengeteg jó fejemberrel meg lehet ismerkedni. Lehet közösen zenélni, lehet egyedül is zenélni, de az annyira nem jó, közösen sokkal jobb. És rengeteg más jó dolog is van itt. Vannak külön programjai a zeneiskolának, például furujatábor, ahol egy kis zenélés mellett lehet meg strandolni, főzőcskézni együtt, játszani, és van táborzáró koncert is. Így. És nagyon jó barátságokat is így van. Tudtok kötni ebben a zeneiskolában, mint mi. Így van. Mi már 13 éve ismerjük egymást. Igen. Itt ismertük meg egymást a zeneiskolában. Kamara közben. És azóta is jó kapcsolatban vagyunk. Így van.
Mester Máté Péter vagyok, 8 évek zeneiskolában furiázom. Az itt eltöltött évek alatt nem csak azt tanultam meg, hogy hogyan kell játszani a hangszeren, vagy hogyan kell kottát olvasni. Kaptam leckéket az élettől. Megtanultam, hogyan kell az élet pozitív oldalát nézni, barátságokat kötni, vagy bizalmat adni a másiknak. Az évek során a zeneiskola egy olyan helyé vált számomra, ahova kikapcsolódni jártam, hisz tudom, hogy itt mindenki egyenlő, meghallgatjuk egymást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy jelentkeztem. A hegedű olyan, mint az emberi test, csak fából készül. Van hasa, háta, nyaka, lába. Keze is van! Az nincs. De két kézzel kell megfogni. Egyikben a hegedűt, másik kézben a vonót fogjuk. Ismerjük meg a hegedűt. Vonós hangszerek csoportjába tartozik. Vonóval szólaltatjuk meg a hangokat. Ha ráfújunk, nem történik semmi. Különböző fából készítünk. Más fából készül a háta, hasa, és más fából a nyaka, annak megfelelően, milyen funkciónak kell eleget tennie. Hegedűnek szép, bársonyos hangja van. Lehet rajta hangosan, halkan, vidám, szomorú dallamot, rövid, hosszú hangokat játszani. A zeneiskolából kölcsönözhető a hegedű. Kicsiknek nyolcados, majd negyedes, feles, háromnegyedes, és felnőtt korban egészes hegedűn játszhatunk. Te Sárám, már lassan egy éve tanulsz hegedülni. Miért szereted? Mert magas, és mély hangokat is lehet rajta játszani, meg is vibrálom a hangot, hogy még szebben szóljon. Ha akarom, akkor a mamékhoz is elviszem, csak a hónom alá csapom. Ha szorgalmasan gyakorolsz, Sárám, akkor a zeneiskola zenekarában is játszhatsz. Én már érzem, nagyon büszke leszek rád. Ha kedvet kaptál, ne habozz! Jelentkezz! A cselló, vagy más néven gordonka a vonós hangszer családba tartozik. A hegedű nagy testvére. Miért nagy testvér? Alakja, formája nagyon hasonlít a hegedűre, ugyanúgy négy húrja van, ugyanúgy vonóval szólaltatjuk meg, ami lószörből készül. Sokkal nagyobb mérete miatt, viszont nem az állunknak támasztva játszunk rajta, hanem egy úgynevezett támasztóláb segítségével a földre támasztjuk a csellót, és egy széken ülve tudjuk megszólaltatni a hangszert. Hangja és alakja nem csak a hegedűhöz hasonlít, hanem az emberi testhez és az emberi hangtartományhoz is. Mély, mackós hangokat és magas, madárcsicsergős dallamokat is elő lehet csalogatni a csellóból. A hangszer nagyobb mérete miatt nem kell megijedni azoknak, akik csellózni szeretnének megtanulni, hiszen a zeneiskola a kisgyerekek számára kisebb, úgynevezett tanuló hangszereket tud biztosítani, amelyeket a kisgyerekek is könnyedén tudnak megszólaltatni. Széles hangterjedelme miatt a csellót szóló hangszerként is használják. Kisebb zenei együttesekben, mint például egy vonós négyes, és nagy zenekarokban, akár vonós zenekar, akár szimfonikus zenekar, nagyon fontos szerepet tölt be a cselló. A zeneiskolában ezen szerepeit mind tanuljuk és gyakoroljuk. Szeretettel várunk benneteket, gyertek, ismerkedjetek meg ezzel a csodálatos hangszerrel a Bartók Béla zeneiskolában.
Haza se akartak menni a diákok. Nem csak zenéltek, hanem minden nap kísérő programok is voltak. Idén én is jelentkezem. Te is jössz. Jó buli lesz. Menjünk együtt! Én azért szeretek fuvolázni, mert a zenével örömet tudok szerezni az embereknek, és a versenyek, amikre járok, mindig nagyon izgalmasak. Azért szeretek fuvolázni, mert szép hangja van, változatos darabokat lehet vele játszani, és nem utolsó sorban jó fejet tanárom. Már kiskorom óta fuvolázni szeretnék, és úgy érzem, hogy számomra nagyon fontos a zene. Legjobban a barátaimmal szeretek kavarra zenélni. Mert megnyugtat, mert felvidít, mert a zene jó. Én szeretek zeneiskolába járni, mert együtt zenéltek a barátaimmal.
Szervusztok gyerekek, Völgyi Bálint vagyok, a zeneiskola oboa tanára. Az oboát fogom nektek bemutatni, ez egy fafúvós hangszer, mint látjátok, ez fekete fából van, ezt úgy hívják, hogy grenadilfa, majd ez is billentyűk találhatók rajta, és ami nagyon érdekes, hogy ezzel a kis náddal szólaltatjuk meg ezt a hangszert, amelynek, hogyha most meg fogom fújni, nagyon vicces hangja van, mint egy ilyen kis kiskacsa. És most pedig Orbán Áron növendékemmel, egy kamara produkcióval szeretnék nektek kedveskedni, pontosan benne egy duóval. Biztos vagyok benne, hogy fel fogjátok ismerni a dalt, úgyhogy nem is mondok többet. Felejtsétek el, hogy az oboa egy zenekari hangszer, ezért pár év oboázás után majd lehetőségetek lesz a fúvó zenekarban játszani egy nagyszerű közösségben király darabokat. Ne felejtsetek el beiratkozni oboára. Sziasztok! Sziasztok! Molnár Bence vagyok, és azért választottam a klarinétot, mert nekem ez a hangszer kikapcsolódás nyújt a szürke hétköznapokból, és tényleg nagyon szeretem ezt csinálni. Nekem azért tetszik, mert a fúvós hangszerek közül választottam amúgy is, és nagyon tetszik a fekete színe, valamint, hogy a billentyűk nagyon sok kombinációjával kell kiadni a hangokat. Úgyhogy gyertek ti is klarinétozni! Sziasztok, én Mezőksi Ádám vagyok, 2 éve klarinét adok. Azért választottam ezt a hangszert, mert nagyon jó hangja van, és nektek is ajánlom, meg azt is, hogy a zeneiskolába járjatok. Sziasztok, Lakos Ilyen Viktória vagyok, 4B osztályos és klarinétozni tanulok. Azért választottam a klarinétot, mert nagyon szép hangja van, és egyszerűen ez a hangszer tetszett meg. Mindenkinek ajánlom, hogy zeneiskolába járjon, a menőt pedig klarinétoznak.
Sziasztok, Gyeresek vagyok, és én nagyon szerettek zeneiskolába járni. Főleg azért, mert én meg tudtam tanulni hangszere játszani, és sok új barátra tehettem szert. Tudtam játszani zenekarban, és meg a táborban is. Ezt tetszett nekem benne a legjobban. Sziasztok, én Kelemen Anna vagyok. Én 9 éve járok a zeneiskolába, fagottól játszok. Azért szeretek zeneiskolás lenni, mert számomra a tanulmányaim mellett kellemes kikapcsolódást jelent a zene. Ezen kívül számos érdekes koncertet és programot szervez a zeneiskola, melyeken akár fellépőként, akár nézőként is jó élmény részt venni. Sziasztok! Németh Ádám vagyok, az én iskolába járok trombitálni. Ma bemutatom nektek, hogy kell megszólaltatni a trombitát. Mi lesz, ha csak belefújok egy levegőt? Megmutatom. Csak levegő jött ki. Befújtam, és itt ki is jött. Most bemutatom nektek a trombita alapjait. Először ajakrezgetés. Siréna. Most jön a fuvóka. Most el fogok nektek játszani egy dalt. Hallgassátok. Szeretnétek trombitálni, gyertek a zeneiskolába, majd ott találkozunk, remélem. Sziasztok! We'll be right back.
hangszer bemutató napján a részfúvós hangszerekkel kezdtünk. Bementünk először trombitához, ami tetszett, nagyon szép hangja van. Viszont átjöttünk utána ide, ahol nagyon szép nagy, csillogó hangszerekkel találtam magam szembe, amiket ki is próbálhattam, és már akkor nagyon tetszettek. Először tenorkürtön kezdtem el játszani, majd harsonázok. Jelen pillanatban a tanárok nagyon kedvesek, segítőkészek, ugyanúgy, mint a legtöbb diák is. A zenekar is nagyon jó, már nagyon vártam, hogy bekerüljek, és nagyon jó társaság. Nagyon szeretek velük fújni, és nagyon jó zenéket is fújunk. A részfúvós hangszerek családjába tartozik. Eleinte vadászatokon használták jelző hangszerként, majd a zeneszerzők felismerték, hogy a zenekarban is szépen megállja a helyét. Régen nem volt billentyűzete, mint amilyet most láttok, de folyamatosan fejlődve az 1900-as évek elejére nyerte el a mai formáját, mikortól kezdve a szimfonikus zenekarok teljes értékű tagjává vált. Mivel a hangszer technikai fejlődése ezt lehetővé teszi, ezért egyre nehezebb és nehezebb, bonyolultabb dallamokat írtak rá a zeneszerzők, amit mi örömmel játszunk. Manapság nagyon sokféle formációban felelhető a kürt, a részfúvós kvintettől elkezdve a fúvós kamarákig, de még vonósokkal is nagyon jól harmonizál együtt. Thank you.
Bravo, Lacikám, nagyszerű volt ezt a francia népdalt, nagyon klasszul játszottad el. Meg szeretném kérdezni tőled, hogy mióta jársz zenesuliba? 2 éve. És általános iskolában hanyadikos vagy? 3. Mondd meg nekem, légy szíves, hogy hogy hívják ezt a hangszert, amin ilyen szépen játszottál? Bariton Küt a neve, szeretek volt a játszani, otthon is szoktam volt a gyakorolni. És ajánlom minden fiúnak és lánynak. Oh,
Az óvora tanszakon dicsekedhetünk szinte elmondhatom a legtöbb növendékkel, 200 fölött tanulnak nálunk zongorázni a gyerekek, és egy kicsit bemutatnánk nektek ezt a hangszert, először is ezt a szép nagy fekete hangszert, ami egy hangverseny zongora. Én tudom, hogy ez nem fér el mindenkinek a lakásában, majd megmutatjuk, hogy milyen más lehetőség is van arra, hogy nálatok is legyen otthon, ha nem is ilyen, ennek a kisebb hangszerei. Nézzük meg egy kicsit közelebbről a zongorát, ezt biztos látjátok, ezt ismeritek, ezt látjuk, ezen szól a zene, ez a billentyűzet, és a zongora egy billentyűs hangszer, amit most meg is szólaltat nekünk Peti. Ez a billentyűzet, majd ha jöttök már és a zongora mellett döntetek, akkor majd azt is meg fogjátok nézni az itt tanító tanárnénikkel, tanárbácsikkal, hogy hogy működik, hogy lesz a billentyűn leütött hangból egyáltalán zongora hang. Itt majd belül megnézhetitek a zongorán, itt vannak a húrok, és ezek a húrok szólalnak meg egy ilyen emelő, egy ilyen kunyolgottabb szerkezet révén. Itt láthatjátok a pianinót. Ez a hangverseny zongoránál egy jóval kisebb hangszer, ugyanolyan, mint a zongora, amit láttatok, de ez a variáció, ez jobban elfér a szobátokba. Ugyanúgy szól, mint a zongora, ugyanolyan kalapács mechanikás hangszer, és minden termünkben, szinte itt a zeneiskolában van egy ilyen pianino, a nagyobb termekben pedig hangverseny zongorát találhattok nálunk, mint amit az előbb mutattam be. A szolfés termeinkben ilyen hangszereket is találtok, de a zongoratanulás az mindig vagy pianinon, és főleg hangverseny zongorán folyik nálunk. Itt pedig láthatjátok a digitális zongorát, tehát az be kell kapcsolnunk ide a konnektorba, ez az egyik szolfés termünkben található, ugyanúgy megvan a billentyűzete, ugyanakkor, mint egy normál zongora méret, azt látjátok, hogy természetesen ide a nagy fatest, vagy a függőleges húrok ide nem kellenek. Hasonlóan szól, mint a zongora, előnye az, hogy fejhallgatót, fülhallgatót lehet hozzá használni, tehát lehet úgy is gyakorolni, hogy a család többi hangja, vagy a szomszéd ne hallja, ezért választják főleg szeretettel inkább a szülők a pianinónál, és főleg a hangverseny zongora, ugye tudjuk, nem fér el mindenhova. Arra azonban készülni kell, hogy a billentése azért nem ugyanaz, mint a mechanikus zongoráknak, kicsit másabb, mindig át kell állni egy kicsit a növendékeknek az otthoni digitális zongoráról a mechanikus zongorátnak. Most azt szeretnénk nektek egy kicsit bemutatni, hogy a nálunk tanuló gyerekek, növendékek annak idején az idősebbek, a kisebbek pedig mostanában miért iratkoztak be hozzánk, szeretnek-e hozzánk járni, és mi a véleményük a zongorázásról? Engem 8 évvel ezelőtt írtak be a szüleim a zeneiskolába. Azóta minden évvel úgy döntöttem, hogy szívesen folytatom. Számomra ez egy nagyon szórakoztató, kellemes időtöltésé alakult át. Az iskolai tennivalók és a sok feladat mellett ez nagyon megnyugtató számomra, kellemes kikapcsolódás. Persze adott, hogy vannak néha nehézségek, főleg ahogy haladunk és egyre bonyolultabb darabokat választunk, de számomra nagyon jó érzés, mikor egy olyan darabot végre megtanulok úgy előadás módon eljátszani, hogy ez egy koncerten is esetleg megállna. Szerintem mindenki számára ez egy nagyon plusz érzést ad minden tanév végén és közepén. Engem 6 évvel ezelőtt irattak be a szüleim a zeneiskolába, és azóta minden évet nagyon élveztem, és ahogy az Zoli is mondta, nagyon jó kikapcsolódása az iskola mellett.
És az óráknak is mindig nagyon jó a hangulata, mindig ilyen üdítő hatással van. És mindig jó otthon is gyakorolni, amikor egy kicsit el lehet veszni a zongorának a világában, és így távol esni mindentől. Én azért szeretek zongorázni, mert a két nagy testvérem is zongorázok, meg hangszerrel játszott, és gondoltam, én is beszállok a kis csoportba. Valami nagyon lányos hangszert kerestem, és rájöttem, hogy a zongoráz. Bele tudom élni magamat, amikor otthon így gyakorlok rajta, mert tudok rajta szomorút, boldogat, sírósat és vidámat is játszani. Zongorából olyan szép hangokat lehet előcsalni, amire nincsenek szavak. Otthon gyakorolni kicsit nehezebb, de gyakorlat teszi a mestert, és hogyha sokat gyakorlunk, akkor nagyon szép darab lesz a billentyűk leütögetéséből. Én ezt nagyon élvezem. Thank you.